Jó estét kívánok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntjük Önöket. Híreket mondunk. Kövér László kijelentette, hogy a Fidesz nem hajlandó részt venni az egészségügy szétverésében. Horváth Ágnes reagálásában kikérte magának az állítottakat, és megvédte a reformokat. Egy éves az összödi beszéd. A miniszterelnök szerint ez volt az elmúlt 20 év legszenvedélyesebb politikai vallomása. Legszenvedélyesebb politikai vallomása. Afganisztán. A sivatagban szolgálatot teljesítő amerikai haderőknek az elmúlt időszakban tomboló állandó homokviak miatt a táborhelyükön lévő legkisebb lukat is be kellett tömni. Budapest. Két parlament dönő kupa. Két csillag van a tetején. Ott a csillagocska. A független hírügynökség szerint az elmúlt időszakban történt rendőri túlkapások komolyan foglalkoztatják a közvéleményt. Azonban az a hír, amely szerint a K. Elvirát igazoltatás céljából megállító F. Tamás törzsőrmester a sértettet Marok fegyverének elsütésére kényszerít. Marok fegyverének elsütésére kényszerítette, nem felel meg a valóságnak. Ismét Budapest. Kupa, egy kis csillag van a tető. Gönc Kinga, külügyminiszter, tárgyalásokat folytatott amerikai kollégájával a két ország közötti vízumkényszer eltörléséről és a magyar gazdaság fellendítéséről. Hagyjál, ó, meg nem megdöglünk! Nem, még mindig Budapest. Baj, de kit hát parlament. A parlament vadásztermében kormánypárti és ellenzéki képviselő közös ülést tartottak a többbiztosítós rendszerről, mely igen barátságos hangnemben. Sport. A Tour de France kerékpáros verseny egyik német résztvevője tagadta, hogy bármilyen doppingszert szedett volna, ám a vizelet minta cáfolta kijelentését. Végül az időjárásról. Hazánkat az elkövetkező órákban nagy kiterjedésű meleg front érje. Meleg front? Meleg front? Front? Kora délután 25.30, hajnalban 10. 15 fok várható, és egy legfrissebb hír közvetlenül adásunk előtt érkezett, miszerint újabb fejlődő ország küldöttsége érkezett hazánkba. Az ország vezetője nagy érdeklődéssel tekintette meg a tőlük távoli európai kultúrát. Györgyöt láthatták.